Egy különleges téma az, amivel itt a professzor úr megbízott engem ma estére, miszerint szóljak arról, hogy mi is az, hogy bűn, esetleg ez az első alaptétel, és hogyan lehet a bűntől megszabadulni. Az jutott eszembe, hogy egy érdekes kis történettel kezdeném, mert hogy azt akarom bizonyítani, hogy az ember alapvetően olyan, hogy tudja, hogy mi a bűn és mi a nem bűn. Tehát ez az emberi mi voltunknak az egyik ismérve. Ez az adottság, ez csak nekünk adatott meg, teljesen mindegy, hogy itt most evolúciós elméletet esetleg komolyan véve azt mondjuk, ez a csúcsa a kialakult természetnek, világnak, hogy mi emberek értünk el ilyen szintjére a fölismeréseknek, vagy pedig azt mondjuk, hogy a Teremtő Isten akarta, hogy nekünk, embereknek legyen szabad akarati döntésünk, de mindig tudjuk, hogy mi a jó és mi a nem jó. A nem emberek ösztönösen esetleg jót tesznek, vagy olyat, amit mi emberek netán nem tartunk jónak, magyarul bűnt követnek el. Óriási a különbség, hogy most akkor ösztönvezérel bennünket netán, de hát hála Istennek ez kizárt, vagy pedig szabad akarati döntésünk. Egyszer Mésző Dezsőt hallottam, sajnos most már így mondhatjuk, közelmúltban elhunyt Mésző Dezsőt beszélni arról, hogy ő vallásos neveltetésben részesült. És tessék csak jönni, jobb később, mint soha. És a riporter rákérdezett, hogy mit ért ez alatt, hogy ő vallásos neveltetésben részesült, és elmesélte, hogy hát hol volt, hol nem volt, még kicsi gyermekként, kérdezte egyszer meg az édesanyját, hogy anyukám, na mondjad Dezsőként, mi bajod van, honnan tudják a gólyák, hogy mikor kell jönniük, meg menniük? És erre anyukám azt mondta, hogy az ösztönük vezérli őket. Ó, hát akkor így már értem, mondtam, aztán rádöbbentem, hogy nem értem. Így aztán egy-két nap múlva újra, édesanyám, mondjad, Dezsőkém, mi az, hogy ösztönük? És erre azt válaszolta édesanyám, hogy ez azt jelenti, hogy a Jóisten gondolkozik helyettük. És én azóta, talán ezt mondta 70 éves korában, tehát 60-70 év óta ebben a hitben élek. Ez a csodálatos jelenléte Istennek a világban, az ösztönén keresztül vezérli a gólyát, tudjuk, hogy milyen döbbenetes a gólyáknak ez a bizonyos működése, hogy még csak nem is egyszerűen csak délfelé veszik az irányt, és netán átrepülnek a földközi tengeren, hanem egy képzeletbeli, de konkrét vonallal ketté lehet választani Európát, attól nyugatra eső területről senkinek nem jut eszébe, hogy mondjuk a Boszporusz felé repüljön, és attól keletre fészkelő gólyának nem jut eszébe, hogy a Gibraltár felé menjen. Mert ugyanis senki nem, egyikük sem repüli át a földközi tengert, hanem vagy erről, vagy arról közelítik meg a tenger alatti kontinenst, Afrikát. Ösztönük vezérli. Na most hála Istennek így mondhatom, hogy mi nem ösztön lények vagyunk, hanem szabad akarattal döntünk. És ezért kell abból kiindulnunk, hogy a bűn is egy szabad akarati döntés. Döntés eredménye. Csak hogy az első bűnnek, talán az első úgynevezett ősbűnnek, áteredő bűnnek az eredménye, hogy mindig ott huncutkodik bennünk Luciferkó, én csak Ferkónak szoktam őt szólítani, hogy dühítsem, tehát semmiképpen nem becsülöm nagyra őt, és hát visszautasíthatónak is nyilvánítom ezzel, mert egy holmi Ferkót már csak vissza tudunk utasítani, de mindig azon settenkedik, hogy mi a rosszabb megoldást válasszuk. Tehát ne a világosság gyermekei legyünk, hanem úgymond a sötétség gyermekei, és abban a sötétségben érezzük jól magunkat. És persze, ha mégis mi úgy merünk dönteni, hogy nem bűnt akarunk elkövetni, hanem erényes életet, erkölcsös életet akarunk élni, akkor magunk ellen haragítjuk azokat, akik a sötétségnek a fiai. Tehát mielőtt még döntenénk, ezt tudnunk kell. Döntésünket ez követi. Sík Sándornak, a piarista papköltőnek van egy csoda aranyos verse, ami egy kicsit erről is szól,
a Szent János Bogár című vers, és mivel olyan rövid, hogy meg tudtam tanulni kívülről, talán a füstbe ment tervet meg ezt, mind a kettőt nagyon tudom. Szóval ezért hadd mondjam el, hát ha nem ismerős mindenkinek. Valahogy így szól, hogy este lett a régi kert felett egy sápadtarcú, ronda, vén bagoly egy Szent János bogárkát kergetett. Hol vagy gazember, piszkos rusnya állat? Most nincs tovább, kitátom rád a számat, a körmöm közt éppek szét, ha megtalállak. Hol vagy te, piszkos rusnya, ronda állat? És akkor a bokorban valahol így szólt a kis bogár. Miért te durva hang? Mit vétettem neked, te vén bagoly, hogy így kergetsz az életemre törve? Világítasz, bitang! Az Isten küldött testvéreim ti nektek, folytatja a költő, hogy sugarai eleven tüzét, melyek arcáról a szívembe égtek, sugározzam csendesen, szerteszét az Isten küldött Szent János bogárnak. Csoda jó pofa dolog ez, mert ez az emberi sors, így is mondhatnám Solohov szavait idézve, hogy igen, miközben tudjuk, hogy mi a jó, mindig szembesülünk azzal, hogy az igazán jó, nem is keveseknek, sokaknak nem tetszik. És ezért sok mindent ráadásul ránk fognak, hogy mi tűnjünk rosszabbaknak, mint amilyenek ők. Ennek azonban nem kell bedőlnünk, nekünk ennek ellenére a jó mellett kell döntenünk. Tehát mielőtt a bűn rendezésre sor kerülne, mármint hogy annak magyarázgatására, én azt ajánlom, hogy mindenki mindig próbálja meg eleve elkerülni a bűnt. Ez azonban valami olyan lehetetlen dolognak tűnik, mint mondjuk eljutni valahova benzin nélkül. Tehát kell a tartalék matéria, kell az üzemanyag, kell az energia. És így igaz, egyházaink, függetlenül attól, hogy melyik felekezetről van szó, gondoskodnak arról, például imádság, Biblia tanulmányozása, Biblia komolyan vétele, vagy éppenséggel a sakramentumok komolyan vétele, katolikus szóhasználattal a szentségekhez járulás, segít abban, hogy eleve távol tartsuk magunkat a bűntől. És nagyon fontosnak tartom megemlíteni, hogy még a szentgyónásunk, a bűnbánatot követő föloldozás kérése és föloldozás megkapása sem csupán azt szolgálja, hogy most akkor letörlődjön lelkemről az, ami beszennyezte, hanem egy vértezést, egy fölvértezést biztosít, hogy ne esek olyan komoly, olyan könnyen bűnbe, miután esetleg imádkoztam, vagy gyóntam, vagy szentáldozáshoz járultam, úrvacsorához járultam. Tehát mindig az úgynevezett preventív kezelés lenne a fontos, mielőtt a baj bekövetkezik, legyek fölruházva ellenszerrel. És hát nem csak, hogy ellenszerrel legyek fölruházva, hanem a lelkem legyen befogadóképes. A keresztelés szertartásának, megint azt mondom, függetlenül a felekezetektől, mindig egy ilyen szerepe is van. Ezeket az iseket hozzáteszem, mert egy-egy ilyen mondatról kellene fél óráig beszélni, hogy minden részletét kibontsuk, hogy ki kell, hogy költözzék a gonosz lélek az illető lelkéből. Úgy mondjuk ez kicsit kemény és olyan óvatosan kibontható szóval, hogy ördögűzés. Ördögűzés van benne minden keresztelési szertartásban. Tehát ahhoz, hogy a Szentlélek lakozzon benne, a keresztelés szertartásának a szövegét idézem, ahhoz most imádkozunk, hogy távozzon onnan az, aki eddig, vagy ami eddig elfoglalta a helyet. És ez például általánosságban is, az a bizonyos áteredő bűn, vagy ősbűn, az édenkert bűne, ami hitünk szerint nemzedékről nemzedékre egymás után fertőzte meg az emberiséget. A rosszra való hajlamunk, és konkrétan a bűnbeesésünk ennek köszönhető, hogy ott a sziszegő kígyóban hozzánk szóló, hozzánk alatt úgy értem, az embereket megfertőzni akaró sátán igyekezett elfoglalni az ember lelkében a helyet. És ahhoz, hogy azt onnan kiírtsuk, ahhoz megint csak maga az Isten kell. És egy nagyot ugorva rögtön azt mondom, hála Istennek, mi akik most itt 2012-ben összedugjuk a fejünket, hogy elgondolkozzunk erről, már abban a korban élünk, amikor már Isten megtette azt a lépést,
ami után már érdemes nekem komolyan venni a szabad akarati döntésemet. Mert ő és én ketten együtt el tudjuk érni a célt. Ha az Ószövetség bűnbe esetjeiről gondolkozunk, akkor sajnos ott sajnálni tudjuk őket, hogy még ha föl is ismerték a bűnt, ha meg is bánták azt a bűnt, tulajdonképpen igazán bűnrendezésre nem kerülhetett sor, mert nem lépte meg az Isten azt a lépést, amire az ember viszontlépéssel válaszolhat, magyarul nem megváltott emberekként élhettek a Földön. Ezért nagy megtérőknek én szeretek új szövetségi személyeket felsorolni, mint akár a most felolvasott három textusból kettő, a tékozló fiú története, ami már arra utal, hogy majd így térhetünk vissza a mennyei atyához, persze ez is még az Ószövetség idején lejátszódó, elképzelten lejátszódó példabeszéd, történet, vagy éppenséggel Zákeus, vagy Zakeus, aki ugyancsak ószövetségi szinten, amit lehetett, megtett. Ha valaki szeret matematikát művelni, akkor érdekes elképzelni, hogy mennyit kellett ő visszafizessen, mert mindenkinek háromszorosát, meg nem tudom én hányszorosát fizette vissza annak, mint amit jogtalanul elvett tőle. Minden esetre, amit lehetett, megtett. Na de azért ezek a történetek, illetve Jézusunk által kitalált példabeszédek is még mind megtorpannak ott, hogy na és akkor most hogyan tovább? És ezért én szeretek elővenni a bibliai történetek mellett olyan személyeket, akik már így igaz, tényleg vissza tudtak térni az igaz útra, mondjuk bibliai történet, de mégis a megváltás után lejátszódó bibliai történet, a Saulból Paullá válás, vagyis a damaszkuszi út története. Ez a hithű, farizeus lelkületű, tehát jó lelkű. Saul ugye ott találkozik Jézussal, és ráadásul kiderül számára, hogy Jézus és az egyház az két ugyanazt jelentő szó, tehát behelyettesíthető. Ő az egyházat üldözi, és mégis itt azt mondja neki Jézus, hogy én vagyok az, akit te üldözöl. Ezért meri kimondani Pál apostol később, hogy az egyház Jézus Krisztus titokzatos teste. És ez az élmény történik meg lejátszódva benne, és eredményezi az ő megtérését. Vagy ott van a köztudott már néhány száz évvel később élő Ágoston története, aki egy züllött életet élő ember volt, senkivel nem törődött, anyjára se hallgatott, hogy gondolkozzon másképp és éljen másképp, és akkor egyszer csak éppen a Bibliának köszönhetően, meg a Jóisten humorának köszönhetően, ő retorikát akart tanulni, azt akarta megtanulni, hogy hogy lehet eredményesen nem igét hirdetni, hanem egyáltalán valamiről szónokolni, beül egy templomba, hogy meghallgassa Milánóban az akkorot szolgálatot teljesítő püspököt, és valami elkapja őt, és lesz belőle néhány lépcsőfok után a nyugati egyházatyák egyike. Tehát nem csak, hogy keresztény, hanem aztán pappá szentelt személy, püspökké szentelt személy, és ugye éppen ama bizonyos szónok, Ambrus és Gergely, és Jeromos mellett a negyedik legnagyobb példaképünk, nem csak abban, hogy hogyan kell élni keresztény módon, hanem hogyan kell megtérni. A Vallomások című könyvében erről olvashatunk. Tehát vannak ilyen döbbenetes élményei az embereknek, aminek eredményeként tud megváltozni. Egy utolsó nagyon fontos személy ebben maga Péter apostol. Péter apostol ugyanis nem volt semmivel sem jobb, mint a többiek, sem szentebb, sem okosabb, valószínűleg írni-olvasni nem tudó ember volt, csetlő-botló, kafarnaumi halászmester. És mégis Jézus úgy dönt, sőt lehet, hogy éppen azért, hogy ne azért nézzenek rá fölfelé tekintve, mert ilyen-olyan pozitív tulajdonságokkal rendelkezik, hanem azért, mert ő őt választja ki, és így benne a krisztusi döntést tiszteljék, fogadják el. Szóval őt választja meg, legyen a többieknek is Pétere, vagyis sziklája, amire építhetnek. És ez a Péter, aki megízleli azt is, hogy a Szentlélek mire képesíti őt, mert például amikor megkérdezi a
az apostoloktól Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek, elmondják, hogy melyik prófétával próbálják beazonosítani, na és ti kinek mondatok, akkor Péter pödör egyet a bajszán, és mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És már éppen kezdi veregetni a saját vállát, amikor Jézus helyre teszi, hogy ezt nem te találtad ám ki, hanem az én mennyei atyám sugallta neked. Úgyhogy ezek után nem is véletlen, hogy még Péter nem egészen úgy cselekszik, meg gondolkozik minden szituációban, mint ahogy mondta, mármint ennek tudomásul vételével, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És így következik be az a bizonyos kakasos sztori. Ugye ott a Köves udvaron, a Gabbatán, Pilátus előtt mindenképpen számolnia kell azzal, hogy aki szimpatizál azzal a letartóztatott názáretivel, az a saját életét viszi a vásárba, és háromszor egymás után megtagadja, hogy ő egyáltalán ismeri ezt az embert, ezt a 33 éves férfit. És akkor nem véletlen megszólal a kakas. Mert ugye lehetne valami más állattal is figyelmeztetni arra Pétert, hogy amint ő megmondja, mármint Jézus, hogy mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg, de itt nem véletlen. Itt egy hajnalt meghirdető állatról van szó, aki persze nem tudja, hogy mit csinál, mert az ösztöne vezérli, de minden esetre kora reggel hajnalban kukorékol egy nagyot, mert ezzel szinte jelzi, hogy új napra viradunk hamarosan. Ez egy csodálatos dolog, hogy Péter persze, hogy nem abban a pillanatban konstatálja ezt, és tudja apró pénzre váltani, odáig eljut, hogy úgy lett, ahogy Jézus mondta, és nem úgy, mint ahogy én gondoltam, hogyha kell, akkor meg is halok érted, de én ugyan nem tagadlak meg soha, szóval itt valami új kezdődik. És ugye ezt tudjuk. Nagypéntek hajnala, és két napra rá már húsvét vasárnap hajnala, és azzal kezdődik meg az a bizonyos korszak, amit mi kényelmesen ücsörögve a saját helyünkön élvezhetünk, könnyű már nekünk, így is mondhatom, tehát megváltott emberekként élhetünk. Ezért az Ószövetség mondani valója ma már csak annyi, mint egy mutatóujj. Rámutat az Új Szövetségre. Minden beteljesedett, amit az ószövetségi proféták és az általuk elképzelt írások tartalmaznak, Jézusban beteljesedett. Ha térjek egy pillanatra az egyik kedvenc témámhoz, a Torinóban őrzött halotti lepelhez, ahol amikor elmesélem egy-egy bemutatása a lepel, másolat bemutatása alkalmával, hogy mi mindent lehet látni a leplen, és abból mi mindent lehet kiolvasni, akkor mindig felhívom a figyelmet azokra a dolgokra, és most nem akarok ennél hosszan időzni, amelyek tulajdonképpen bizonyítják, hogy az, akinek ez halotti leple volt, az a megígért messiás. Az a názáreti Jézus, de nem csak egy történelmi személy, hanem éppen zsidó testvéreink profétái által megígért messiás. Jézusban minden beteljesedett. Gondoljunk csak egyetlen apróságra, és ezt nem csak ezért említem meg, miszerint ugye Isten bárányaként hal meg Jézus, és az Isten báránya egy csodálatos pillanatban az exóduskor nagyon fontos szerepet játszó bárányra épül, mint fogalom, mert zsidó testvéreink Mózes parancsára még utoljára, mielőtt elindulnak Kairó közeléből, Gósen földjéről, bárányt vágnak, bárányhúst esznek, vérével bekerik az ajtófélfát, de ez most nem lényeges, de lényegesnek tartom, kiköti, hogy csontot ne törjetek benne. És tulajdonképpen mai napig egyetlen teológus sem tudja megmondani, hogy miért ne lehetett volna, vagy miért kellett Mózesnek ilyen törvényt hozni. Tény az, hogy utána évszázadokon keresztül, Jézusig, mint egy 1200 éven keresztül, mindig csonttörés nélkül készítették el a húsvéti bárányt. És akkor egy pillanatra lássuk ezt a furcsa jelenetet, a Jordán folyóparti jelenetet, amikor keresztelő János rámutat, és azt mondja, íme az Isten báránya, tehát itt ugrik be a jelenlévőknek, hogy hoppá, ő az lehet, akire talán, mint előkép, már utalt ez a bárány áldozat és bárányság, amiben fölnőtt a zsidó Ábrahámtól, de Mózesen keresztül. És akkor 3 évvel később, mint a Jordán parton
Keresztelő János mondja ezt, hogy íme az Isten báránya, ez a Jézus, mint valóban Isten báránya meghal a vesztőhelyen, és most kapaszkodjunk meg, csonttörés nélkül. A torinoi halotti leplen a lehető legkomolyabb sérüléseket lehet látni. A szindonológia, ami egy külön tudományág, ami kialakult, bizonyítja, hogy teszem föl kificamodott csontok, verések, duzzanatok, amit el lehet képzelni, de a szögek mindig csontok között hatolnak a testbe, sehol nincs csonttörés. Tulajdonképpen semmi fontossága ennek nem lenne, hanem az, hogy megjövendőlték, hogy csonttörés nélkül fog meghalni, csontot nem törnek benne, bár ahogy Ézsaiás mondja, a fájdalmak férfia lesz. Majdnem azt mondhatom, a torinói halotti lepel segít mindenkinek, bár csak valóban mindenkinek segítene. Ez alatt most nem a keresztényeket értem, hogy legyek ilyen diplomatikus, hogy csak ennyit mondok, hogy nem a keresztényeket, hogy elgondolkozzanak azon, lám, éppen a mi profétáink, és itt most a mi alatt nem minket értem, jövendőlték meg, hogy csonttörés nélkül fog meghalni, és ez a názareti Jézus tényleg csonttörés nélkül halt meg. Majdnem gyakorlatilag, majdnem alig elképzelhető, hogy félholtra tudnak verni, és kínzásoknak tudnak kitenni, és meg tudnak ölni egy embert, úgyhogy nem törnek el egyetlen csontját sem. Nem tudatosan, hanem úgymond véletlenül, de hát Eperjes Károly mondja, hogy a véletlen az a Jóisten egyik fedőneve. És azt mondtam az imént, hogy nem csak ilyen oldalról akarom megemlíteni ezt a bizonyos beteljesedést Jézusban, hanem azért is, mert a bűn és a bűn rendezés szempontjából is nagyon fontos Jézus szerepe, mert hogy az Ószövetségben hogyan oldották meg a bűnt, hogyan rendezték a bűnt, ugye a bűnbaknak a színrelépésével. Ráolvassák arra a bakra a saját emberi bűneiket, elképzelésük szerint most már nem a saját lelküket, hanem ennek a baknak a lelkét szennyezi, és utána levágják, föláldozzák. És ezzel megszűnt a bűn. Ő maga úgy gondolja, hogy föloldozást nyert. Mert akibe belevándorolt a bűn, az fel lett áldozva. Viszont Jézus maga ilyen értelemben bűnbakká lesz. Érdekes dolog ez, amikor azt mondjuk, hogy Isten báránya, és ugyanakkor bűnbak, mert ráolvassa az atya, így mondhatom, az ő egyszülött fiára, Jézusra, az emberiség bűnét az ősbűntől kezdve, és ezért Krisztus meghal ezekkel a bűnökkel terhelten, holott személyes bűne természetesen nem volt, a legrosszabb szándékkal sem találnak benne bűnt Pilátusék, Kaifásék és egyebek, de meghal, és ezzel szabadul meg valóban az emberiség a bűntől. Persze kell hozzá a személyes döntés, és kell hozzá a keresztelés szentsége, és a keresztelést követően a lehetőség élni azzal, hogy megbánhatom a bűnömet, és föloldozást kérhetek. És akkor itt jutunk el ahhoz a gondolathoz, hogy hát akkor hogyan is lehet föloldozást kapnunk. Ha Péter megtagadta háromszor Jézust, hogyan tudott mégis megtisztulni, ő hogyan tudott megváltozni, mint ahogy megváltozott az említett esetleg Pál apostol, vagy megváltozott az ugyancsak említett Ágoston, Szent Ágoston. Közben fölfirkantottam itt három nagyon stilizált képet, mégpedig Péter apostolra gondolva, akinek tehát sírásáról, pontosabban könnyezéséről szólt ez a 16. századi zenemű, egy versnek a megzenésítése. Tehát hogyan is van? A Szentlélek segítségével, Isten lelke, az Atya lelke segítségével Péter lángol. Ki tudja mondani, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És mégis néhány hónappal később, mielőtt a kakas megszólal, bocsánat, ez a kakas taréja, ha valaki nem ismerte volna föl, mielőtt a kakas megszólal, ő háromszor megtagadja. És akkor ez egy hullámvölgy. Ebből hogy lehet kikecmeregni? Volt szerencsém néhányszor járni a Szentföldön, és mindig meghatottan állunk meg a csoport tagjai a Genezáreti tó partján,
ahol egyik helyen a Péter primátusának elnevezett kis kápolna közelében, közvetlenül a tóparton három szívalakú követ lát az ember, ezt mutatják meg az idegenvezetők. Mert hogy valahol ott történhetett, hogy már föltámadása után Jézus maga elé citálja Pétert, és megengedi neki, hogy háromszor is. Az ellenkezőjét mondja, mint amit mondott a kakaszó előtt annak a némbernek, mert hát ráadásul egy szolgáló lány volt, aki forszírozta, hogy te nem közülük tartozol, nem közéjük tartozol, hisz az akcentusod is a Nógrád megyeinek tűnik, illetve szóval olyannak tűnik, mint a názáretihez valami közöd lenne. Szóval fölteszi a három kérdést egymás után, és itt megint álljunk meg egy szóra, mert nagyon érdekes ez a három kérdés. Az első így szól, jobban szeretsz-e, mint ezek? És Péter kapásból azt mondja, hát jó vicc. Hát gondoljunk csak Júdásra, aki ugyancsak nagyon szerencsétlen dolgot művelt, de hát utána öngyilkos lett, nem tudott a szemébe nézni Jézusnak, és ezért nem tudott erőt kapni, ahhoz, hogy megbánja, és bocsánatot is kérjen azért, amit elkövetett. Szóval ott van például ő, vagy ott van Tamás. A múltkor, gondolhatta Péter, tizen mondtuk neki, hogy láttunk téged, láttuk az Urat, és nem volt hajlandó elfogadni, sőt, ilyen kitételeket mert tenni, hogy csak akkor hiszem el, ha látom a sebeit, megtapinthatom a sebeit, stb. Na hát szóval hozzájuk képest, hogy ne szeretnélek jobban. A második és a harmadik kérdésnél már nincs ez a lehetősége Péternek, hogy hasonlítsa magát másokhoz. És itt azért mondom, álljunk meg egy szóra, mert ugye ne csak lexikális ismeretekben gazdagodjunk netán egy ilyen alkalommal, hanem gondoljunk csak bele. Lehet, hogy azért engedünk meg magunknak sok bűnt, mert vannak még nálunk rosszabb emberek is. És ezért lazul a lelkiismeret furdalásunk. Lazul a lelkiismeretünk. Ma már nagyon könnyen lehet díjazásokban részesülni, holott az illető személy, mint ember nem sokat ér. Olyan világban élünk, Kalkutai Teréz anyát kérdezték meg egyszer, hogy szerinte miért kapott béke Nobel-díjat, és ezt válaszolta, azért, mert olyan világban élünk, amely világban, ha valaki azt teszi, ami a dolga, már béke Nobel-díjat kap érte. Tehát ennyire lealacsonyodott a világ, legalábbis ő így érzi, neki ez volt a dolga, a 20. század közepétől a szeretett misszionáriusai rend megalapításával, és ezért béke Nobel-díjat kapott. Szóval annyira sok a negatív erő a világban, hogy nekünk automatikusan ez jut néha eszünkbe, hogy van, aki még jobban gyűlöli az anyósát, mint amennyire én, vagy még többet lopott már az önkiszolgáló boltban, mint én, még többet káromkodik, mint én, még többször vált már el, mint én. Tudjuk, Esztergályos Cecília egyszer fölhívta a színpadra maga mellé mindazokat, akiknek férje, akiknek felesége volt. Milyen nagy öröm lehetett nekik elgondolkozni ezen, hogy vajon milyen sorrendben és hogyan is élték meg ezzel a csodálatos nővel szerelmüket. Hát ha ilyet látok, akkor már csak nem ítélem el magamat, mikor én csak kétszer váltam el, ugye? Tehát rögtön ott van az hasonlításból fakadó megnyugtatása a lelkünknek. Na de ezt csak egyszer engedi meg Péternek, utána tehát már egyszerűen fölteszi a kérdést, szeretsz engem? És itt már nem összehasonlítás, hanem az, amit érzel a szívedben, az tényleg szeretet? És a harmadik kérdés ugyanez, ez még egyszer megismétlődik, tehát, és Péter ezzel tud végre helyre billenni. Bár úgy mondják, hogy talán egész életében nem tudta önmagának megbocsájtani azt a bizonyos háromszoros tagadást. Mégis elengedte a Jóisten egy kicsit a kezét, hogy tapasztalja meg, hogy a maga erejéből mire megy. Ha nem segít neki a Szentlélek, akkor egy nyavajás kakas szó előtt háromszor megbukik a vizsgán. Ez a Jóistennek így is mondhatom a majdnem humora, hogy néha nézd meg, mire mész nélkülem. Engedlek téged, de lehet, hogy arra is szolgál, hogy utána még jobban örüljön az ember annak, hogy visszatalál az Isten útjára, tehát, hogy végre rendezte sorait. Ha nem
tennénk rosszat soha, lehet, hogy nem tudnánk igazán örülni annak, hogy néha valami jót is teszünk. Nem tudom, ismerős a vicc, amikor Moriczka a macskának a farkát becsípte az ajtóhoz, az anyukája kétségbe esetten kiabál. Hát most mondtad valamelyik nap, hogy mennyire szereted ezt a jószágot, és most ilyet csinálsz. Hát hogy tudsz? Szóval örömöt akarok szerezni neki. Micsoda? Hát nézd meg, hogy örül, mikor kiengedem. Szóval van ebben valami, hogyha nem tapasztaltuk volna meg azt, hogy milyen rossz Isten nélkül élni, akkor nem tudnánk igazán örülni annak, hogy Istennel együtt élhetünk. Tehát kellenek ezek a bukások, még így mondhatom katolikus aggyal, hogy az első pápának is. Kellett, hogy megtapasztalja, hogy nála nélkül, Jézus nélkül, vagy Szentlélek nélkül, Atya nélkül semmire sem mentek. Viszont vele mindenre mehetünk. Szóval így történik Péter megtérése, és egész életében való örömmel való visszaemlékezése arra, hogy volt az életében egy hullámvölgy. De most vajon, ha már éppen megemlítettem, hogy a 265 eddigi szolgálatot teljesítő pápa közül ő volt az első, hát vajon hogyan is áll az Anyaszentegyházunknak ez a bizonyos lehetőség fölkínálása, hogyan szabadulhatunk meg a bűneinktől. Biztos, hogy az első évtizedekben még nem volt kikristályosodott vélemény, válasz erre a kérdésre, aztán szépen lassan kialakult. Hisz az embert, ha engedte magát, akkor az Isten lelke, Jézus lelke vezérelte, tehát nyugodtan számíthattunk az egyház döntéseire, hisz épp az előbb mondtam, Pál apostol beazonosítja Jézust az egyházzal. Szeretem azt a kifejezést használni, hogy az Anyaszentegyház Jézus utóélete. Mint ahogy a megtestesülés előtti idő, az Jézus előélete. Mint második isteni személy, senki nem vonja kétségbe, létezett a názáreti csodálatos megtestesülés előtt is. De Jézus 3 évig egyértelműen azon munkálkodik, hogy legyen utóélete. Mert nekem nem lenne szimpatikus Jézus, ha ő azzal a vele való kapcsolatot, ha nem is megakadályozza, de csonkítja, hogy befejeződött a földi élete, azok, akik akkor és ott éltek 3 évig, vagyis hát abban a 3 évben, ahol ő élt, azoknak van olyan szerencséje, hogy vele találkozhatnak, és azért, mert most ő visszament abba a bizonyos, egyébként a földi életét megelőző létrendbe, az Isten kebelére, a szentháromságos Isten kebelébe, akkor most nekem éljek akár csak 20 évvel később, mint Jézus, vagy mondjuk közel 2000 évvel később, már ne legyen lehetőségem Jézussal találkozni. Ezért az egyház érezte és érzi mai napig is, hogy Jézust kell adnia a világnak. Van egy ilyen úgynevezett ifjúsági ének, Síje Jenőnek az egyik éneke, ami ezt nagyon tömören így fogalmazza meg. A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak kell lesz te is, hiszen te Krisztushoz tartozol. Emlékezz, emlékezz, te Krisztushoz tartozol. A Krisztushoz tartozás az egyház berkein belül azt jelenti, hogy te magad, én magam, mi magunk is Krisztust kell, hogy megtestesítsük a világban, és ha csak lehet, olyan élményt biztosítsunk a világnak, mint a csak ma is, most is, itt és bárhol a világ csücskeiben, ott élne Jézus. És lehetne fölmenni a fára, mint Zakeus, hogy lássuk, lehetne meghallgatni őt, mint ahogy a hegyi beszédet hallgatták az emberek, miközben látták is őt, vagy éppenséggel lehetne találkozni vele, mint föltámadt, és testben megdicsőült, de testben is látható Krisztussal, úgy, ahogy a föltámadás után. Ezeket az élményeket kell, hogy biztosítsa az egyház. És kialakultak az úgynevezett szentségek, mert ugye éppen föltámadása után azt mondja Jézus, rájuk lehel, így mondja a Szentírás, és azt mondja, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, annak meg lesz bocsájtva, akinek nem bocsátjátok meg, annak nem lesz megbocsájtva. És ilyenkor nem a hegyi beszéd részeként hangzik ez el, ahol mondjuk 2000 vagy akár csak
13 férfi van jelen, hanem akkor hangzik el, amikor a 12 van jelen. Ez a 12 ugye 3 éves szemináriumon megy keresztül, és ebben lesz kiválasztottá óriási feladatra, miszerint Krisztus utóéletét éljék meg, ők és azok, akiknek aztán ők továbbadják a stafétabotot, és ezért érzi úgy az ember, hogy igen, ez a feladat az egyházra és az úgynevezett fölszentelt papokra vár. Apropó fölszentelt papok. Megint érdekes téma, de számomra nagyon kedves. Ugye abban senki nem kételkedik, hogy ha valaki meg lesz keresztelve, a keresztelés pillanatában a lelkében egy állandósult állapot áll be. Tehát ráadásul vissza nem csinálható. Ma előfordul, hogy kisebb szekták jönnek azzal a kéréssel, hogy húzzuk ki a listáról, úgymond az anyakönyvből, XY-nak az adatait, mert mostantól kezdve Jehova tanúja akar lenni, vagy hitgyülekezetének a tagja akar lenni, stb. És mindig meg kell próbálnom megértetni velük, hogy nem lehet. Mert hát legjobb esetben az anyakönyvből ki lenne húzva, de attól még ő keresztény marad, a mi hitünk szerint, és hát ennek a hitnek megfelelően, éppen ezért én azt se tudom megtenni, hogy kiradírozzam, vagy megpróbáljam kiradírozni az ő kereszteléséről szóló néhány szót. Nem a néhány szó a lényeges. A keresztelésben az ember lelke a kegyelem állapotába kerül, megszabadul attól a bizonyos áteredő bűntől is, és följogosultá lesz arra, hogy a többi szentségen, például közvetlenül ezt követően a bűnbánat szentségében a személyes bűnöktől is megszabaduljon. Hát ez egy óriási dolog. A papszentelés, amikor nekem is részem lehetett ebben, az egy hasonló csoda, mint a keresztelés. Csak hát a keresztelést én magam csinálgatom, amikor leöntöm a kis buksijukat a gyerekeknek a vízzel, vagy hát baptista testvéreink úgy, hogy alámerülnek. A papszentelésnél viszont, hadd meséljem el, 11-en voltunk akkor, 74. június 23, 10 órakor kezdődött a Váci Székesegyházban a püspök által megtartott ünnepi szentmise. Egymás mellett álltunk, és akkor a talán 5 méterrel arrébb ülő püspök elé névsor szerint lettünk citálva. Dúl Géza ment, oda térdepelt a püspök atya elé, már csak azért is, mert alacsony volt a püspök, hogy jobban elérje a fejét, és a püspök a kezét rátette a fejére. Körülbelül ennyi időre. Géza fölállt, jött vissza közénk, én néztem rá valahol a sor vége felé, Tamási lévén, és nem Dúl lévén, és tudtam, hittem, Géza már pap. És hallom, Gyöngyösi Jóska, József. És megy a Gyöngyösi József, és ugyanez. Néma csend van, nem a szavak, a Szentlélek csinálja, amit kell tennie. És Gyöngyösi Jóska is jön vissza, mi még nem vagyunk papok, ő már az. Ők már azok. És aztán Kislaci, Mészáros Jóska, Nagykarcsi, Sós Jancsi, Süveges Pista, és hát szorul a hurok, mert hát egyszer csak oda jutunk, hogy Tamási József. És mikor én jöttem vissza, lehet, hogy csak azért, mert sokszor nagyon szívesen mesélek erről, él bennem úgy, mint a talán már akkor. Egy pillanatra lett volna erőm ahhoz, hogy úgy fölnézzek, és azt lássam, hogy most már én is közéjük tartozom, de hát a Tarjányi Zoli hol van még? Hát őt majd csak most fogják szólítani. A Tuza Laci? Még legalább 2 perc, mire pap lesz. A Varga Lajos? Hát lehet, hogy egyszer már segédpüspök lesz, az lett. De most még ő nem is pap, én meg már pap vagyok. Irigylésre méltó. Az ebbe vetett hitünk, hogy ezek után én lehetek butább, mint a másik, lehetek alkoholista, lehetek bűnös, pap vagyok. És ez a papságunk kell ahhoz, hogy úgy érezzük, ahhoz a 12-höz tartozunk, akiknek azt mondja Jézus, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva, akinek nem bocsájtátok meg, annak nem lesz megbocsájtva.
különböző próbálkozásokkal valamilyen szintig el lehet menni enélkül a szakrális esemény nélkül is, mert természetesen díjazom, úgy mondhatom, hogy mivel a papság ilyen szintű jelenléte nincs meg a nem katolikus egyházakban, ezért olyan megoldásokban kell találniuk a bűnrendezés lehetőségét, hogy teszem föl akár közösségben, elmondják a bűneiket. És maga a közösség is kvázi megbocsájt, és kérik Isten megbocsájtását az illető személyre. Lehet valakinek lelki vezetője, aki jó, ha meghallgatja, és jól esik, ha ki tudjuk mondani legalább valakinek azt, ami miatt hánykolódunk a párnánkon, nem tudunk aludni normálisan, és nem tudunk nyugodt életet élni. Ezek mind dicséretre méltó dolgok, és az Isten kegyelméből biztos, hogy ugyanolyan megtisztulást képes adni, mint a szentségi feloldozás. Van egyházunknak egy érdekes paragrafusa. Latinul úgy mondják, hogy supplet ecclesia, az egyház pótolja, ami az illető személy hibájától függetlenül, tehát nem rajta múlik, valami negatívumban van, jelentkezik, ott maga az egyház, mint ős, szentség, mint Krisztus utóélete, mint Krisztus dicsőséges vagy megdicsőő teste, pótolja azt. Tehát valaki semmiképpen nem kell, hogy féljen attól, hogyha nem olyan feloldozásban részesül, mint amit mi például a katolikusok tudunk biztosítani, nem tisztul meg a lelke. Megtisztul. Az a bizonyos anyaszentegyház, amelynek berkeiben él az illető, az pótol mindent. Pótolja azt is, hogy 500 év óta ez a bizonyos papság ilyen szinten, ilyen mélységben nem áll mindenkinek a rendelkezésére például. Mert hadd említsem meg, ugye a bűnbánat szentségén kívül van még egy szentségünk, ami bűnbocsánattal jár, ha az adott körülmények megfelelnek. Ez pedig a betegek kenete szentsége, vagy régen úgy mondták utolsó kenet. Jakab apostol levelében olvashatjuk, ha beteg valaki köztetek, hívassák az egyház papját, kenjék meg olajjal, imádkozzanak érte, stb. A pap szót be lehet helyettesíteni presbiterrel, mint hogy a presbiter szót be lehet helyettesíteni pappal. Egyszer egy református lelkésztől kértem segítséget, vajon hogyan is értelmezi a református egyház a betegek kenete alapigéit. És ő még egyszer kérte, kezdjem el idézni ezt a Jakab levél részletet. És amikor odaértem a katolikus fordítás szerint, hogy hívassa az egyház papját, akkor ez a Tamás barátom felsóhajtott, de hát Jóska, pap vagyok én. És ezért nincs például betegek kenete, nincs utolsó kenet, nincs betegek szentsége a nem katolikus felekezeteknél. Mert érzi valahol egy-egy közösség, hogy ez a bizonyos részecske hiányzik ahhoz, hogy ilyen szinten valósuljon meg a Bibliának ez a része. Ami pedig a Bibliának egy része, és hát ugye azt szeretnénk a Bibliának minden mondatát, minden keresztény nagyon komolyan venni. De van, amit kapásból elfogadunk, hogy nem kell, hogy úgy vegyük, ahogy a Bibliában van. Hisz például majdnem minden keresztény felekezet azt mondja, hogy vasárnap menjünk az imaházba vagy templomba, holott a Szentírásban nincs benne a vasárnapi templomba járás. Szombatista testvéreink elvileg ezt komolyan veszik, mert a Bibliában a szombat van. És mégis kialakult, hogy lám, itt is a Bibliát talán nem kell szó szerint értelmeznünk. És ezért mehetünk vasárnap, Jézus föltámadásának a napján a templomba. Mert ez fontosabb már, mint a föltámadás. Mint az, amit szombaton emlékezve ülhetnénk meg, mert hogy az Egyiptomból való kiszabadulás napja volt. A hetedik nap, meg a teremtés történetben a hetedik nap a megnyugvás napja. Utána még a Biblia is a vasárnapot első napnak mondja, következett az első nap. De ami akkor történt, az fölülmúl minden mást. És ezért továbbra is mindenki menjen csak nyugodtan vasárnap templomba, annak ellenére, hogy a Szentírás ezt nem mondja ki. Így juthatunk el oda, hogy különböző módon gondolkozhatunk feloldozásról, bűnrendezésről. A lényege mindegyiknek, hogy akarjon az ember visszatérni a helyes útra,
és valamilyen fórumon, amit a Jóisten neki megadott, keresse erre a lehetőséget. A bűnbánat szentségében nagyon fontos az, hogy igen, itt egy teljesen biztos jónási titoktartásról van szó. Mert az embernek talán igénye, hogy úgy rendezze le, éppen ez az, Istennel a dolgait, hogy szinte kizárja az embert. Ne tudja meg az ember. Ő szeretné Istennel közvetlenül lerendezni. Hogy mégis valakinek mondja el, hát ez abból adódik, hogy azt a valakit Isten emberének tarthatja, a papszentelésnek köszönhetően, és ráadásul tudja, hogy az a hír nem megy tovább, amit ő egy bűnbánat szentségében elmond. Bizonyára mindenki látott már itt a környéken is, Zagyvaparton, Galgaparton, és hát persze különböző kisebb-nagyobb folyók hídjaihoz közel szobrot Nepomuki Szent Jánosról. Ez a prágai pap nem volt hajlandó a királynak elárulni, hogy mit gyónt nála a felesége. Először csak fenyegetés, aztán egyértelmű, ha nem mondod meg, akkor vége az életednek. És bedobták a hídról a Morva folyóba, vértanú halált halt. A gyónási titok nagy vértanúja. Nagyon sok mindennel vádolták egyébként az egyházat az elmúlt 2000 évben. Volt, hogy volt is okuk rá, volt, hogy okuk nem volt. Egyetlen dologgal érdekes módon eredményesen soha nem tudtak vádolni sem egy papot, sem az egyházat, hogy a gyónási titkot elárulja. Ez valóban egy csoda érdekes dolog, valahogy úgy vezet bennünket papszentelésünk eredményeként a Szentlélek, hogy bevallom őszintén, még csak kísértésbe sem esünk. Azért merem többes számba mondani, mert beszélgetünk erről papi körökben, és mindjártunknak ez a véleménye. A Jóisten humorához pedig még a következőt. Ahogy itt Péter kezét úgymond elengedte, és ezért zuhant egy kicsit a mélybe, a Isten humora, hogy az emberiségnek megengedte, hogy ebben a bűnben éljen egészen a megváltásig, ami az áteredő bűn, de minden esztendőben húsvétkor fölcsendül egy meglehetősen hosszú, szép ének, amiben a következőt hallhatjuk, megpróbálom énekelni, hisz 38 éve, de ahhoz mindig húsvéti hangulat kell, hogy sikerüljön, énekelgetem. És hát most csak egyetlen mondatát ennek, ami így szól. Lám, mennyire szükséges volt Ádám vétke, hogy Krisztus legyen váltságának díja. Ó, szerencsés vétek, hogy ilyen hatalmas és fölséges megváltót kívánt és érdemelt. Milyen szerencsés vétek. Én kívánom, hogy mindenkinek legyen szerencsés vétke. Mert amíg nem vétkezünk, nem tudunk örülni annak, hogy rendezni tudjuk dolgainkat. Megengedi az Isten. Nem akarja, de megengedi. Hogy elkövessünk bűnöket, kisebbeket is, netán még nagyobbakat is. De utánunk nyúl, és ha háromszor kimondjuk, hogy ráadásul nem csak másokhoz képest vagyunk valamivel több szeretetben felé és embertársaink felé, hanem általánosságban szeretjük őt, és a szeretet mértékegysége tudjuk az áldozat. Te annyira szereted házastársadat, amennyi áldozatot tudsz érte hozni. Szegeden egyszer megkérdeztem fiatal gyerekeket, gimnazistákat, hogy melyiküknek van már valamilyen udvarló féléje. Hát az udvarló szón mosolyogtak, mert hát az ma már nem aktuális kifejezés, meg nehéz is lenne eldönteni, hogy most a fiú udvaroljon a lánynak, vagy a lánya fiúnak. Hanem hát akkor módosítottam, hogy egyikük mondta, hogy neki már van valaki, akivel együtt járnak. Ha mondom, akkor járókád van. Tehát, ha van egy járókád, mondjuk hívjuk őt Árpádnak, és a Dontével megbeszélitek, hogy délután 3-kor találkoztok, mennyit vársz rá, ha nem jön meg 3-ra? És hát most nem akarom percekhez kötni, csak azt akartam ott kihozni a beszélgetésben, hogy ezzel vizsgáztathatjuk magunkat. Mennyi áldozatra vagyunk képesek azért a másikért?
Mert mondani azt, hogy szeretlek, hát az egy jó dolog. Semmilyen súlya nincs a kimondott szónak. Bár ismerjük talán az aranyos történetet, amikor a 70 év körüli házaspár beszélgetés egyszer csak az asszony mondja a férjének, hogy te tudod, hogy mikor mondtad te nekem utoljára, hogy szeretsz? Most már nem tudom. Hát talán már több, mint 10 éve. Na ide figyelj, ha valami változik, szólok. Szóval azért a kimondott szóra is szükség van, de hát lényeg az, hogy mekkora áldozatot tudok hozni embertársamért, rajta keresztül Jézusért. Érdemes, mert érdemes újra éledni, és a bűnünket rendezve Jézus szerint, Jézus tanítása szerint élni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm.